A Len bajnokok ligája B csoportjában három csapat áll 12 ponttal 5 forduló után. A Rekko, a Szolnoki Dózsa és talán meglepetésre a Spandau. Közvetlenül e három csapat mögött azonban a Jadrán Herceg Novi nyomul 10 ponttal. A 12 ezres város Hercegnovi az Adriai tenger számtalan gyöngyszemének egyike. A Kotori öbölben van a világ alig, hanem legszebb fekvésű uszodája. Ám a szombati mérkőzést nem ilyen panoráma mellett rendezik. Lévén télire még arra felé is fedett uszodában rendeznek pólómeccseket. A montenegrói válogatott két részre épül, az egyik az idegen a másik pedig a hercegnovira, így gyűjtik össze azokat a fiatal játékosokat, akik bekerülhetnek a válogatottba. Ráadásul ugye az edzőjük együtt a montenegrói válogatott edző, és tehát ez a csapat ez egy folyamatos munkában van. Már január másodikán, ha jól tudom, hogy a montenegrói válogatottnak edzőtábora volt, tehát ők azt gondolom mindegyénileg, mind csapat szinten folyamatosan fejlődnek. Uh, nyilván mi egy másodat járunk. Jelenlegi korszakos játékos nem játszik a jádránban, de könnyen lehet, hogy a közeljövő néhány meghatározó pólusa már igen. A BL csoport körét úgy nyitotta a herceg Novi, hogy otthon, még a gyönyörűséges nyitott úszadában, 11 re elkalapálta a Spandaut. Az Egerrel 4-4-et játszott hazai habokban, ugyanakkor a Rekkó 10 gollal nyomta a csempébe milyen nincs, hogy délszláv póló, mert uh, uh, mi a délszláv póló? Nagyon gyorsak a délszláv játékosok, jó zónáznak, jól lőnek, szép gólokat lőnek, és azt meg már lassan uh, nehéz uh, eldönteni, hogy egy Barcelona vagy egy szerb válogatott játszik-e keményebben, vagy verekedősebben. De olyan szempontból igen, hogy nyilván ki vannak választva, magas játékosok, nagyon jó a lábtempójuk, megpróbálnak uh, nagyon jó blokkolni. A, a Montenegrói válogatott egyik ismérve, az, az a Hercegnóviban is folyamatosan előjön az 5 méteres szabad Dobások. Tehát igen, valamilyen szinten igen, egyértelmű. De mondom, azért itt még egyik hétről a másik hétre is változik, a, amit játszik a hercegnő, mert ez egy folyamatosan dolgozó, alakuló csapat. Remélt Montenegrói győzelmével a dózsa, azzal együtt természetesen, hogy a saját dolgát is megkönnyíti, jót tehet a csoport 5. helyén 7 ponttal álló Egerrel is. Bár a hevesieknek hazai pályán aligha jelent komoly gondot a holland álfem legyőzése.